Érkeznek a tankönyvek, idén több mint 12 millió tankönyvet rendeltek az iskolák. A kiszállított könyvekért az átvételt követően legkésőbb szeptember 15-éig kell fizetniük a szülőknek. Vidor 14-szer, augusztus 28-a és szeptember 5-e között közel 400 program várja az érdeklődőket a Vidámság és Derű országos seregszemléjén Nyíregyházán. Útfelújítás kommunális adóból. A márciusban bevezetett adóból több mint 20 millió forint bevétele volt Újfehértónak. A pénzt a közutak fejlesztésére fordítja az önkormányzat. Idén több mint 12 millió tankönyvet rendeltek az iskolák, mintegy 11,8 milliárd forint értékben. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! A könyvek mintegy 12.500 raklapon férnek el, mondta a könyvtárellátó Nonprofit Kft. Ügyvezető igazgatója. Tőcik Zsolt kiemelte, a kiszállított tankönyvekért nem előre, hanem az átvételt követően legkésőbb szeptember 15-éig kell fizetniük a szülőknek. Az előre meghatározott ütemterv szerint egy héttel ezelőtt megkezdődött a tankönyvek kiszállítása az iskolákba. Augusztus 25-ig naponta 300 iskola kapja meg tankönyv csomagját országszerte. Múlt héten a nyíregyházi Vasvári Pál gimnáziumba is megérkezett a szállítmány. A Kelló által előre egyeztetett időpontokban érkeznek a tankönyvek minden iskolába, így a nyíregyházi Vasvári Pál gimnáziumba is. 20 osztály számára várjuk a könyveket, körülbelül 8500 tankönyv érkezik ide. Megszűnt az egyénileg történő, névre szólóan történő kicsomagolás, tehát tantárgyanként érkeznek ide a tankönyvek. A tankönyvfelelősök, az iskola technikai dolgozói, illetve a közösségi szolgálatot teljesítő diákok segítenek majd a pakolásba, illetve a tankönyv kiosztásában. Úgy tervezzük, hogy a tanév első napjaiban osztjuk szét a tankönyveket, és a szülőknek pedig szeptember 15-éig van lehetőségük a tankönyvek kifizetésére. A tankönyveket nem csak készpénzzel, átutalással, hanem többek között iskolakezdési utalványokkal is fizethetik a szülők. Ez nagy könnyebbséget jelent a családoknak, mondta a könyvtárellátó vezetője. Idén 12,2 millió tankönyvet rendeltek a iskolák a diákoknak. Ez körülbelül 12.500 raklapot jelent, átlagosan 1000 tankönyvet bír el a raklap. Ez szűk 12 milliárd forint értéket képvisel. Ezen belül Szabolcs-Szatmár megyébe 286 iskola rendelt, és 820-821 ezer tankönyvet fogunk kiszállítani. Múlt hét péntekig 85 iskolát már leszállítottunk Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. 265 ezer könyvet vittünk ki eddig, ami időarányosan nézve pontosan ott van, ahol lennie kell. Ebből az ütemmel augusztus 25-ére teljes mértékben végezni fogunk. A 2015-16-os tanévben már az általános iskolák első három évfolyama ingyenesen kap tankönyveket, ezen túlmenően pedig az alap- és a középfokú oktatásban résztvevő tanulók 63%-a jut térítésmentesen vagy támogatott formában tankönyvekhez. Közel 400 program az idei Vidoron. Augusztus 28-a és szeptember 5-e között rendezik meg a 14. Vidámság és Derű országos seregszemléjét Nyíregyházán. 8 előadás a nagy színpadon, 7 pedig a kamarában versenyez a közönség és a zsűri elismeréséért. A belvárosban utcaszínház és báb előadások várják az érdeklődőket. A nagy színpadon világsztárok, külföldi és hazai együttesek koncertjein lehet szórakozni. Igazi kuriózumként idén először Kínából érkezik egy világzenei együttes. A város főterén pedig a legújabb magyar vígjátékokat vetítik. A programok 90%-a ingyenes. Augusztus 28 a Vidor nyitónapja. 9 nap alatt 49 helyszínen mintegy 400 program várja a közönséget. Közel 120 ezer nézőre számítanak a szervezők az év legvidámabb hetén. A fesztiválon többek között a Katona, a Tália, a Madács Színház, a Játékszín darabjai versenyeznek a színház nagy színpadán, de 7 előadás is lesz a kamarában. Igen jó előadások születtek a magyarországi színházakban ebben a műfajban, tehát a színvonalas szórakoztatásról beszélek. Nagyon jó és sok érdemleges vígjáték bohózat került színre, úgyhogy viszonylag könnyű volt válogatni, meg fogja találni mindenki a kedvére valót. Aki egy kicsit az alternatívebb dolgokra kíváncsi, tehát mondjuk Scherer Péter vagy Katona László
szösszenetére az is, de az is, aki egy hagyományosabb közelítést vár el a nagyszínpadon, és Hernádi Juditra és Gál Völgyi Jánosra kíváncsi. De a Kőszínházban láthatják még Molnár Piroskát, Sell Juditot, Jordán Tamást vagy Szabó Győzőt is. A sajtótájékoztatón elmondták, jegyeket augusztus 12-től, szerdán reggel 7 órától lehet venni a jegyirodában. De a www.vidor.eu.hu oldalon online is rendelhetők. Az idei fesztivál új elemekkel is bővül. Először is lesz egy főiskolás napunk, amikor a Színművészeti Egyetem két osztálya, egy zenés, musical, operett osztály, illetve egy bábosztály vendégesedik nálunk. Én azt szeretném, ha ők belaknák a várost. Tehát reggel már elkezdenek rosszalkodni, ilyen különféle flashmobokat csinálnak, de kint a Vadasparkban, a strandon, olyan helyeken sok ember van, plázában. Ezek 8-10-15 perces kis események, amik felhívják magára a fesztiválra a figyelmet, ő magukra is. És aztán ugyanez a csapat délután 4-re bejön a Kossuth térre, és csinálnak meg egy vizsgaelőadást, illetve hát részleteket a vizsgaelőadásaikból, 20-30 percben, és még éjszaka is dolgoznak, vagy remélem mulatnak, mert a Vidorkert nevű kocsmában a musical szakos fiúk, lányok fognak mint bárénekes fellépni, és azt gondolom, hogy ez a fiatalos, lendületes nap, ez majd nagyon áthatja a Vidort, illetve nagyon fontosnak tartom, hogy a Nyíregyházi Színház folyamatosan kapcsolatban legyen a felnövekvő művész generációkkal. A Képzőművészeti Egyetem díszlet és jelmeztervező szakosainak is látható lesz egy kiállítása a Vidor alatt, és további újítás, hogy egy cirkuszi produkció is színesíti a programkavalkádot. A Kossuth téri színpadra Maliból, Olaszországból és Kínából is érkeznek együttesek. A hazai zenekarok között ott lesz a Quimby, a Budapest Klezmer Band és a Kis Csillag is. Sok éves tapasztalat, hogy kimondottan a fesztivál idejére időzítik sokan nyíregyházi nyaralásukat. Erre a 8 napra minden szálláshely jó előre le van foglalva, hiszen valóban sokan már úgy jönnek ide, hogy a Vidor Fesztivál ideje alatt erre ütemezik a nyaralásukat, de hát ez ugye a nyíregyháziaknak és a megyebelieknek szól elsősorban, meg a mi vendégeinknek, tehát ennek nagyon sok pozitív hatása van. Természetesen a programok egy része is olyan jó része a szabadtéri programoknak, a zene, a tánc, aminek nincsenek nyelvi korlátai, éppen azért, hogy a külföldi vendégeink is jól érezzék magukat. De hát ugye a programok 90%-a ingyenes. A Vidor Fesztivál nyitott mindenki előtt programjai Nyíregyházán és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 22 kis településére is eljut. Idén március 1-én bevezette a magánszemélyek kommunális adóját az újfehértói képviselőtestület. Az első fél évben több mint 20 millió forint bevétele volt ebből a városnak. A pénzből az önkormányzat tulajdonában lévő közutak fejlesztését és fenntartását finanszírozzák. Több utcában is folynak az útfelújítások Újfehértó belterületén. Az utakat szükség szerint új töltés alappal látják el, valamint rendezik az útpatkát és a csapadék víz elvezetésére szolgáló árkok karbantartási munkáit is elvégzik a rossz állapotú szakaszokon. 2015. március 1-től került bevezetésre a magánszemélyek kommunális adója településünkön. A képviselőtestület döntése alapján ezt a helyi utak karbantartására, fejlesztésére lehet fordítani. Éves szinten ez körülbelül 41 millió forintot jelent a városnak. Az első fél évben több mint 20 millió forint folyt be az első féléves befizetések alapján. Ebből már megkezdtük az útfelújításokat. Jelenleg 5 utca felújítására kerül sor, ez közel másfél kilométert jelent. A városban több útszakaszt is megbontottak, ám ezeket a munkálatokat egy másik projekt keretében végzik. Az Újfehértó Bökönny víziközmű társulás által megvalósított szennyvízberuházásból eddig még kimaradt utcákat kötik a szennyvízhálózatra. Már befejeződött egy szakasza, de a megmaradt pénzből első körben engedélyezték, hogy a be nem vezetett szakaszokra is megépíthessük a szennyvízet. Ez több mint 100 lakást érint Újfehértón. A kimaradt utcák rákötése után a városban 98-99%-os lefedettségű lesz a szennyvízhálózat.
A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrfőkapitányság bűnügyi osztálya augusztus 5-én emberölés büntet elkövetésének megalapozó gyanúja miatt elfogta, kihallgatta és bűnügyi őrizetbe vette K. Zsolt, 37 éves fehérgyarmati lakost. A férfi megalapozottan gyanúsítható annak a 75 éves asszonynak a megölésével, akit fehérgyarmati otthonában május 20-án holtan találtak. A rendőrség kezdeményezésére az illetékes ügyészség indítványozta, és a Nyíregyházi Járásbíróság 2015. augusztus 8-án elrendelte a gyanúsított előzetes letartóztatását. Veszélybe került a gyermekek nyári étkeztetése. A Klik ugyanis több Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei iskola gázszámláját nem fizette be, hangsúlyozta a nyíregyházi tájékoztatóján az MSZP-s Legény Zsolt. A politikus kiemelte, több polgármester, önkormányzati képviselő és intézményvezető is jelezte már a problémás helyzetet, ami azért okozhat gondot, mert alig egy hónap múlva már elkezdődik a tanév. Elfogadhatatlan, hogy egy ilyen állami megaintézmény nem tudja a feladatait ellátni, és elfogadhatatlan, hogy ezzel a gyerekek nyári étkeztetése kerül veszélyben. Mindenképpen arra szólítjuk fel mind a kormányzatot, mind a Fidesz frakció, de az oktatási kormányzatot elsődlegesen, hogy azonnal oldja meg ezt a problémát. Még egyszer mondom, a gyermekek nyári étkeztetése került ezzel veszélybe. Néhány önkormányzat azt a megoldást választotta, hogy inkább ő maga kifizette a tartozást a Klik helyett, de nem tudták ezt mindenütt megtenni. Természetesen az önkormányzatok is nehéz anyagi helyzetben vannak. Televíziunk megkeresésére a Klik az üggyel kapcsolatban az alábbi választ adta. Idézem. A Klebelsberg intézményfenntartó központ folyamatosan egyeztet a szolgáltatókkal, és ütemezetten teljesíti fizetési kötelezettségeit. Vasárnap megtalálták annak a 46 éves férfinak és 18 éves fiúnak a holttestét, akik szombaton Győröcskénél tűntek el a Tiszában. A holttesteket a baleset helyszínétől nem messze fedezték fel a keresést végző tűzoltók, búvárok és speciális mentők. Több mint 20 ezeren látogattak el az Ajaki Nemzetközi Lakodalmas és Hagyományőrző Fesztiválra az elmúlt hétvégén. A részletekről hamarosan szólunk, előtte nézzük a híradó további témáit. A Hajrában kapott góllal szenvedett vereséget a Kisvárda Mastergood labdarúgó MB2 második fordulójában. Sós Imre együttese a gyirmótot fogadta, és bár a hazaiak több helyzetet is kidolgoztak, a vendégek a 86. percben szerzett góllal elvitték a 3 pontot a várkerti pályáról. 2 aranyérmet szereztek a nyíregyházi atléták a Székesfehérvári országos bajnokságon. Bakosi Péter idei legjobbjával 222 cm-rel nyerte a magasugrást, a 4x400 méteres női váltóban pedig a nyíregyházi sportcentrum stafétája bizonyult a leggyorsabbnak. Ónodi Dávid 100 méteren, Pál Robin 3-asugrásban végzette a második helyen, a diszkoszvető Kerekes Dóra pedig a dobogó 3. fokára állhatott fel. Több mint 20 ezeren látogattak el az Ajaki Nemzetközi Lakodalmas és Hagyományőrző Fesztiválra az elmúlt hétvégén. Ebben az évben egy időben tartották az Ajakiak világtalálkozóját és az ukrán-magyar jószomszédsági napot. A 4 napos rendezvény célja a hagyományok őrzése és ápolása volt. A többnapos lakodalmas és hagyományőrző fesztiválra Ajak testvér településeiről, Romániából, Ukrajnából, Szlovákiából és Lengyelországból is érkeztek vendégek és fellépők. Pénteken a rendezvény kísérő programjaként ukrán-magyar jószomszédsági napot tartottak azzal a céllal, hogy javítsák a gazdasági stabilitást és figyelmet fordítsanak a határokon átnyúló együttműködésekre. Ajaknak, mint városnak is remélem, hogy nagyon fontos. Nekem személy szerint szívügyem a nemzeti összetartozás, de nem csak a nemzeti összetartozás, hanem ugyanolyan fontos a határainkon túl lévő magyarságnak a megóvása, illetve ezzel párhuzamosan természetesen az ott élő többséggel való jó kapcsolat, békességben való kapcsolatok ápolása. Ez azért is fontos számunkra, hiszen én nem csak polgármesterként tevékenykedem, hanem a megyei közgyűlésben a határon menti együttműködés bizottságának elnöke is vagyok, és ez a feladat rám hárul.
A lakodalmas fesztiválon egy ifjú pár, Dzsubák Éva és Máté Zoltán házasságkötését láthatták az érdeklődők. A hagyományok szerint lánykikéréssel és násznépvonulással kezdődött az esküvő. A mi városunkban a mi hagyományainkat fel tudjuk eleveníteni, és meg tudjuk mutatni a hazalátogató elkerült ajakinak, vagy pedig az ide látogató akár magyar, akár külföldi vendégnek, és ez különösen emeli ennek a jelentőségét az, hogy nem egy növényről indítottunk fesztivált, vagy egy gyümölcsről, hanem egy olyan szokásról, ami a fiatalság lezárásakor, idézőjelben lezárásakor, a felnőtté válás küszöbén egy állomás, maga a házasság. Az utolsó napot ünnepi szentmise, valamint nagy boldogasszonynapi búcsú és körmenet zárta. A Hajrában kapott góllal szenvedett vereséget a Kisvárda Mastergood a labdarúgó MB2 második fordulójában. Sós Imre együttese a Gyirmótot fogadta, és bár a hazaiak több helyzetet is kidolgoztak, a vendégek a 86. percben szerzett góllal elvitték a 3 pontot a várkerti pályáról. A hétvégén a Szeged látogat Kisvárdára. Egyik csapat számára sem úgy alakult az első forduló, ahogyan azt szerették volna, így mindkét együttes győzelmi kényszer alatt lépett pályára a 38 fokos hőségben. Az hamar kiderült, hogy a hazaiak átadják a területet a bajnoki címre hajtó és ennek megfelelő játékos keretet összerakó vendégeknek, és kontrákra alapozva próbálják meg felülmúlni a Gyirmótot. Az első félidő hajrájában több gólszerzési lehetőség is adódott a kisvárdaiak előtt, a szünetre azonban gól nélküli állásnál vonultak le a csapatok. A második 45 ezben sem változott a játékképe, a Gyirmót birtokolta többet a labdát, a Kisvárda támadott veszélyesebben, de amíg hazai oldalon kimaradtak a helyzetek, a másik oldalon a 86. percben Simon Attila nem hibázott, így a vendégek örülhettek a találkozó végén, míg a hazaiaknak maradt a szimpatikus vesztes szerepe. Büszke vagyok a csapatomra, mert igazából amit egész héten gyakoroltunk, azt megcsinálták a srácok. Nagyon komolyan felkészültünk a Gyirmótnak a játékából, tudatosan engedtük át a területet, és a kontrákra próbáltunk építeni. Hát sajnos a végjáték, amit nem lehet modellezni, azt hiányzott ma a csapatnak a játékából, mert hogyha ezt a mérkőzésen 5 gólt szerzünk, akkor úgy gondolom, hogy a gyirmótiak sírva mehettek volna haza. Nem ez történt. Ők találtak be a kapuba, és hát mi búslakodhatunk. A vendégek edzője szerint nagy taktikai csata zajlott a pályán, amelyből az a csapat jött ki jobban, amelyik minőségi döntéseket tudott hozni a Hajrában. Az utolsó periódusában a mérkőzésnek az utolsó 20-30 percben igyekeztem olyan támadó típusú játékosokat a pályára küldeni, és úgy forgattuk az elejét, sőt még a védőjátékosokat a szélén úgy cseréltük, hogy minél hatékonyabb legyen a támadó játékunk. Ez azt okozta, hogy az utolsó 20 percben az ellenfélnek adott a gólhelyzetei, de ezt az egészséges kockáztatást bevállaltuk. Ma ebből a szempontból szerencsénk volt, illetve nálunk volt minőségi döntés a végén, amivel sikerült nyernünk. Mindenféleképpen 14 hős volt a pályán a csapatom részéről, úgyhogy maximálisan le a kalappal a játékosok előtt. A forduló további eredményei a következők: Siófok-Szeged 1-2, Balmazújváros-Mezőkövesd 1-1, Vác-Dunaújváros 1-2, Sopron-Sziget-Szentmiklós 0-1, Csákvár-Soroksár 4-1, Szolnok-Ajka 2-0 és Zalaegerszeg-Budaörs 2-0. Két forduló után a Csákvár és a Szolnok 100%-os az NB2-ben, míg a Kisvárda, a Vác, a Sopron és a Soroksár még nem szerzett pontot. A Kisvárda a következő fordulóban a Szegedet fogadja. Két aranyérmet szereztek a nyíregyházi atléták a székesfehérvári országos bajnokságon. Bakosi Péter idei legjobbjával 222 cm-rel nyerte a magasugrást, a 4x400 méteres női váltóban pedig a nyíregyházi sportcentrum stafétája bizonyult a leggyorsabbnak. Ónodi Dávid 100 méteren, Pál Robin 3-asugrásban végzett a második helyen, a diszkoszvető Kerekes Dóra pedig a dobogó 3. fokára állhatott fel. 19 versenyző képviselte a nyíregyházi színeket a Székesfehérváron megrendezett 120. országos felnőtt atlétikai bajnokságon. A 3 napos versenyen rajthoz állt a teljes magyar élmezőny. A nyíregyházi sportcentrum atlétái 2 arany, 2 ezüst és 1 bronzérmet szereztek az OB-n. Kicsit pekesek voltunk, hiszen terveim szerint 3-4 első helyet hozhattunk volna el, és ez meg is lett volna, ha Ónodi Dávid mondjuk nem sérül meg 200 méteren vezető helyen,
és így nem csak az ő 200 méteres elsősége, hanem a 4x400-as fiúváltó bajnoki címe is elúszott. Széles Imrének 6 tanítványa vett részt az országos bajnokságon, közülük Guba Liliana, Osváth Krisztina és Palástyi Luca tagja volt a győztes 4x400-as váltónak. Felemásan értékelem a szereplésünket, lehetett volna jobb is, de lehetett volna rosszabb is végül is. Alapvetően a legsikeresebb az Ornodi Dávid volt, egyénében második helyet szerzett 100 méteren, tőle első helyet vártunk, de sajnos egy nagyon kimerítő utazás után értünk oda a pályára. Az utolsó pillanatban 6 órát ültünk egy dugóba, még leértünk Székesfehérvárra, és ez rányomta futására bélyegét. Bakosi Péter esélyeshez méltóan az idei legjobbjának számító 222 cm-re nyerte a magasugrást. Petiben még legalább egy magasság benne van, azt jelenti, hogy ezen a versenyen is a 225 cm csak minimálisan verte le, tehát majdnem megvolt ez a magasság is. Mi a Európa-bajnokság után beegyeztünk meg a Magyar Atlétikai Szövetség szakmai vezetőjével, hogy nem áll le Péter, tovább edz, és megpróbálja ebbe az évben az egyéni legjobbját, a 223 cm-t megjavítani. A nyíregyházi atlétákra még 2 jelentős verseny vár a szabadtéri szezonban, szeptember elején a debreceni Szuperliga döntőn, egy héttel később pedig a székesfehérvári csapatbajnoki döntőn állnak rajthoz Bakosiék. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket, még egyszer röviden. Idén több mint 12 millió tankönyvet rendeltek az iskolák, mintegy 11,8 milliárd forint értékben. A könyvek mintegy 12.500 raklapon férnek el, mondta a könyvtárellátó non-profit Kft. Ügyvezető igazgatója. Tőcik Zsolt kiemelte, a kiszállított tankönyvekért nem előre, hanem az átvételt követően legkésőbb szeptember 15-éig kell fizetniük a szülőknek. Augusztus 28-a és szeptember 5-e között rendezik meg a 14. Vidámság és Derű országos seregszemléjét Nyíregyházán, amelyen közel 400 program várja majd az érdeklődőket. 8 előadás a nagy színpadon, 7 pedig a kamarában versenyez a közönség és a zsűri elismeréséért. A nagy színpadon világsztárok, külföldi és hazai együttesek koncertjein lehet szórakozni. Igazi kuriózumként idén először Kínából érkezik egy világzenei együttes, a város főterén pedig a legújabb magyar vígjátékokat vetítik. A programok 90%-a ingyenes. Idén március 1-én bevezette a magánszemélyek kommunális adóját az újfehértói képviselőtestület. Az első fél évben több mint 20 millió forint bevétele volt ebből a városnak. A pénzből az önkormányzat tulajdonában lévő közutak fejlesztését és fenntartását finanszírozzák. A Kölcsei Televízió hétfői hírműsorát látták. Friss hírekkel kedd este jelentkezünk. Híreinket addig is természetesen megnézhetik honlapunkon. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra! Holnap napos időre számíthatunk, a légköri frontok egyelőre elkerülik a Kárpát-medencét, nagyrészt száraz, továbbra is igen meleg levegő áramlik térségünk fölé, marad a hőség. Éjjel kevés fátyol és gomoly felhő várható, csapadék nem lesz, reggelre általában 16 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap gomoly felhős, napos, csapadék nélküli idő várható, a változó irányú szél azonban marad, délutánra 36 fokig emelkedik a hőmérséklet, fronthatás nincsen térségünkben. A következő napokban egészen szombatig országszerte folytatódik a kánikula, a hőség, általában sok napsütése van kilátás gomoly felhőkkel, szerdán nem várható csapadék, csütörtökön azonban már nem kizárt, de inkább pénteken valószínű néhol záporzivatar. A hétvégén is több órára kisüt a nap, de szombaton helyenként, vasárnap pedig már hazánk több pontján számítani lehet záporesőre, néhol hevesebb zivatar is lehet felhőszakadással. A jövő hét elején is változékony idő várható, vasárnap inkább csak nyugaton, hétfőn a keleti tájakon is mérséklődhet néhány fokkal a nagy meleg. Ha a Lőrinc vértanú napján szép az idő, jó lesz a bor és szép az ősz. A népi regulák szerint Lőrinckor fordul az idő, ha e napon esik, rossz lesz a dinnye, különösen a sárga.